A hét közepétől felmelegedés várható Erdély szerte, szombaton akár 20 Celsius fok is lehet. Ez azonban nem tart sokáig, húsvét vasárnap már ismét hűvösebbre fordul az időjárás. A hóvirágok már egy hónappal ezelőtt kinyíltak, ennek ellenére múlt héten még hóborította az erdélyi tájat. Ma már alig van nyoma a havazásnak, mi több, az erdélyi játszint is virágzik, kékre festve az avart. Az erdőben éledezik ugyan a természet, a meteorológusok azonban azt mondják, messze még a tavasz. Az Európai Előrejelzési Központ legfrissebb adatai szerint a következő két hónapban az ország nagy részén hidegebb lesz a megszokottnál. Egyik hónapról a másikra átlagosan 4-5 Celsius fokkal lesz melegebb, a sok éves átlagnak megfelelően pedig csak az ország déli részében alakul a hőmérséklet. Pető Dévai Ildikó meteorológus éppen a hidegfront átvonulását mutatja egész Európán, ami hétvégére ér Erdélybe. Húsvét vasárnapra borongós, esős, szeles időben lesz részünk. A lehűlés folytatódik utána hétfői napon, és ezért hétfőn még hűvösebb lesz egy picit, de legalább már kevésbé lesz csapadékos. Szombatról vasárnapra virradóra akár 8-10 Celsius fokkal hidegebb is lehet, továbbá erős széllökésekre is számíthatunk. A fiúknak tehát jól fel kell kötniük a lányos házak kapujára a húsvéti fenyőágat.